A Széchenyi Zsigmond könyvtár a gyerekeknek kedveskedett Mikulás előtt. Immár második alkalommal hívták meg 60-ba Szalóki Ágit és Dés Andrást, akik egy interaktív foglalkozást tartottak. A műsor során egy másik bolygóról érkezett robot látogatott el a városba. A landolás során összetört űrhajóját a 60-i gyerekek szerelték össze. Megkeresték annak darabjait, hogy visszatérhessen családjához. Szalóki Ági énekelt a gyerekeknek, majd őket is bevonta az előadásba, hiszen a foglalkozás fontos pontja, hogy az óvodások és az iskolások is szerepet kapnak benne. Dés András azt mondja, fontosnak tartja, hogy a kicsik kreativitását fejleszték, és ne szorítsák őket korlátok közé. A gyerekekben rengeteg lehetőség van, ugye ez közhely, hogy a gyerekek fantázia és kreativitás az nem ismer határokat, aztán hogy egyre idősebbek vagyunk, egyre több határt építünk föl saját magunk számára. Tehát egyrészt tulajdonképpen nekünk is nagyon inspiráló az, amikor ezzel a fajta határ nélküliséggel találkozunk, és nagyon izgalmas az, amikor olyan labdákat dobnak fel a gyerekek nekünk, amikhez igenis fel kell nőni sokszor, és bennünk is meg kell, hogy mozduljon az a fajta kreativitás, amit adott esetben az ember már valahol egész mélyen elrejtett. Viszont a gyerekeknek megfeltétlenül azért nagyon fontos, hogy kapjanak visszajelzést arra, hogy igenis van létjogosultság, és van értelme annak a fajta szárnyaló fantáziának, amelyet ők nap mint nap talán élnek és használnak. Szalóki Ági is egyetért egy zenésztársával. Azt mondja, rengeteg pozitív példát látnak rá, hogy a gyerekek napról napra fejlődtek az interaktív előadásoknak köszönhetően. A legutóbbi gyerekelőadásról felidézném azt a kisfiút, aki ugyan nem karmestert játszott felállván a székre, mint ahogy azt megelőző 5-10 percben játszottuk, hanem valahogy ő gyűjtött magában annyi bátorságot, hogy ő előadjon egy tűzoltós dalt. Támadó állásban igazi rockeresen megragadta a mikrofont, és teli torokból énekelte a dalt. Ennek a kisfiúnak az anyukája azt mesélte el, hogy 2 héttel azelőtt az óvodai ünnepségen a kisgyerek annyira nem akart részt venni a programban, hogy elbújt a színpad háta mögé. Sosem gondolta volna az anyuka, hogy ebben a kisgyerekben ilyen szereplési vágy van. Hát erre is jók az ilyen alkalmak. Az interaktív előadáson megmutatták a gyerekek a robotnak, hogy a Földön milyen dalokkal várják a Mikulást. Az űrlény pedig elárulta, hogy az ő bolygóján a robopapa szokta az ajándékokat hozni. Űrhajóban végeztem.